Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Én Orosdi Dániel vagyok. Én Huber Zoltán. És most az Alkonytájt, azaz Near Dark című Catherine Bigelow filmről fogunk okoskodni. Ha minden igaz, akkor 94 percen keresztül. Igen, és ugye itt technikai okok miatt el kell mondanunk, hogy a magyar kiadású, a Corner film által kiadott DVD-t fogjuk megtekinteni szinkronnal. Úgyhogy aki szeretné a filmmel együtt követni a... Szinkronba legyen a... Hogy szinkronba legyen, amit mondunk, tehát nem csak mint egy műsort hallgatni, az akkor most nyomja meg a play gombot, és már el is indult a film. De reméljük, hogy teljes értékű rádióadásként is üzemel, amit mondunk. Próbálunk képszerűek lenni, vagy legalábbis... Mindenképpen próbálunk úgy beszélni a jelentekről, hogy aki esetleg nem látja, az is tudja, hogy miről van szó. Így van, és már rögtön be is jön, hogy ez egy De Laurentiis produkció. Igen, hát egy legendás producer, ugye? Igen, illetve nem is tudom, hogy ő csak a forgalmazó talán, vagy a producer is jön, de azt hiszem, hogy nem ő volt a végső döntnök. Nem, biztos, hogy nem, de... Ugye ez itt tényleg egy legendás alapjövő. Egy legendás figura, aki ugye Olaszországba kezdte, Fellini filmek, stb. Így művészfilmek, commerce filmek egyaránt, és akkor kirándult Amerikába, ahol pedig hát mindent tulajdonképpen, ami csak eszébe jutott, abba így beszállt, és igazából meg is bukott vele tulajdonképpen. Ez a film már akkoriban készült, amikor a Laurentiis produkciók hát nem hozták a nézőszámot, és hát ennek konkrétan ez a film volt az egyik utolsó áldozata, illetve a William Friedkinnek a Sátáni megszállott Cseh című munkája, amit gyakorlatilag nem is forgalmaztak két éven keresztül, hogy egy-két helyen bemutatták, és utána a Miramax vette át évekkel később. Közben elindult a Jó, akkor beszéljünk egy kicsit, hogy miért érdekes ez a film. Tehát, hogy miért pont ezt választottuk így elemzés tárgyának, hát nem tudom, neked milyen élményeid vannak, hogy kötődsz ehhez a filmhez? Nekem bizonyos fokig hát ilyen régi személyes emlékeim fűződnek hozzá, hát azt nem mondom, hogy nagyon meghatározó és mély emlékek, de valami ilyesmi azért volt, tehát én először a zenéjén keresztül szembesültem azzal, hogy ez a film létezik, egy pécsi CD-boltban, lemezek között válogatva, valami miatt a Tangerine Dream a T-betűs részlegnél ott rátaláltam erre a számomra eddig teljesen ismeretlen filmre, és ugyan a Bill Paxtont már akkor ismertem, főleg a bolygó neve halál miatt, de hát nem ismertem meg a borítón, tehát itt most az eredeti plakátot használták fel, ami nem hasonlít erre a DVD-s változatra. Igen, majd erről a plakátról. Erre meg térjünk vissza, igen. És hát csak azt tűnt fel, hogy ez valami ilyen fura horrorfilm, és hogy érdekes lehet, de hát akkor még annyira nem voltam benne ebbe a történetbe, de az feltűnt, hogy egy ilyen film létezik. És abban már nem vagyok biztos, hogy utána, amikor a különböző német nyelvű kábelcsatornák nagy előszeretettel adtak le ilyen alkotásokat, akkor megnéztem, vagy csak belenéztem, vagy félig megnéztem, de mintha lett volna egy ilyesmi. De a 2000-es években már angolul egyértelműen megnéztem, és tetszett, illetve amikor kijött a Corner filmnek a kiváló DVD-je, azt is megvásároltam annak rendje és módja szerint. Szóli? Hát én viszont teljesen más indítatásból néztem meg ezt a filmet. Én gyakorlatilag talán 3 vagy 4 éve láttam először. Ugye akkor már ez egy abszolút kultfilmnek számított, vagy most is annak számít. Én pontosan azért néztem meg, így pótolgattam azokat a híres filmeket, ami nem annyira ismert, nem ilyen kanonizált mű, de viszont nagyon sokat hivatkoznak rá. Most a Near Dark az ugye több szempontból is érdekes. Egyrészt ugye nő rendezte, ráadásul nem sokárki, ugye Catherine Bigelow. Akit nemrég az első Oscar-díj az első, így gyakorlatilag. Másrészt az a film az is érdekes, mert ez egy iszonyú jó műfai fúzió, hogyha szabad így mondani. Ugye szabad. Ez western, vámpír, és még egy kicsi ilyen motoros. Így van, és ilyen... még a westernen belül is, hogyha szabad ezt hozzátenni, így a legkülönfélébb ilyen
ágait érinti, tehát ilyen az ostrom filmes vonal, ami ugye a horrorban is erős, és az az érdekesség, ugye, hogy vámpírfilmről beszélünk, sőt, hát ezt meg is erősítette még pár perccel ezelőtt, az, gyakorlatilag az első képe a filmnek a szúnyoggal, hogy itt a vérszívókról van szó. Nyilván. Ennek ellenére, ha minden igaz, akkor a filmben ez a kifejezés egyszer sem hangzik el konkrétan, hogy vámpírok. Igen, sőt, hát ugye nem éppen a klasszikus vámpír. Nem, legkevésbé sem. Bár azt tegyük hozzá, hogy ez a romantikus szál, ugye most itt azt látjuk, hogy megismerkedik a figyeli a vidéki fiú a szép, egzotikus lányt, aki... Igen, egy karakteres lassításban jelenik meg egyébként. Igen, 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 és ugye látjuk, hogy ők ilyen vidéki unalomban lévő fiúk, és akkor itt tényleg egy ilyen egzotikus külsejű lány jelenik meg. Ez a fajta vámpír felfogás azért visszakanyarodik nagyon erősen ehhez a klasszikus Draculához. Gótikus a gótikus, ez a romantikus, ilyen erotikus feszültséggel átitatott viszonyhoz. És akkor ugye ezt bolondítja meg itt a történet, hogy tulajdonképpen tényleg egy ilyen amerikai vidéken vagyunk. És egy neo-western tulajdonképpen, és összejön még ezzel a bizonyos biker filmmel, ennek a nagy darabjai, a jeles darabjai, ugye a Vad, a Benedek László filmje, Marlon Brando. Igen, a... igen. László? Fú, nem is tudom, de Benedek. Igen, az egyik, hogy magyar származású rendező. Igen, szóval... Egy egész különleges ez műfaj. Ez szerintem is egy egész különleges műfaj film. Ráadásul ugye ennek külön érdekessége ennek a filmnek, hogy ugye a Twilight, ami nagy sikerű film, eposz, vagy nem is tudom, hát ugye 6 része van, aztán regényes film. Regény, baromi nagy divat volt, a film őrület volt, gyakorlatilag nagyon nagy részét koppintja ennek a... Hát így valamilyen módon, tehát azt mondom, hogy a hasonlóságok egyértelműen vannak, ebbe akár röviden bele is mehetünk, hogy tulajdonképpen azon kívül, hogy a DVD borító, amit már egyszer említettünk, az nagyon egyértelmű. Igen, aki kíváncsi, keressen rá a neten, gyakorlatilag le van kopírozva a Twilight borítója, és az Alkonytáj DVD borítója az egy az egyben. Tehát az a karakteres Bill Paxton fotó, ami aztán a bizonyos CD-re is rákerült, meg ugye az eredeti plakáton is szerepelt, az így elveszett valahol félúton, és kaptunk egy ilyen nagyon erős alkonyat áthalásos valamit, de őszintén én meglennék lepve, hogyha az alkonyat rajongók megtekintve ezt a filmet így elégedetten csettintettek. Biztos, hogy nem. Főleg, ugye ez nagyon érdekes összehasonlítani két, hát nem mondhatjuk, hogy két filmet, mondjuk úgy, hogy a két történetet. Igen. Szerintem azért tényleg, nem tudom, hogy az írónő látta, a Twilight írónője, de tényleg ez nagyon, nagyon iszonyat erős párhuzamok vannak itt, tehát biztos, hogy volt ihletforrás, viszont ez a film, ez sokkal mocskosabb, porosabb, füllettebb, nem egy ilyen kiglancolt, jól fésült, hát nem tudom, kicsit én nagyon szeretem egyébként a Twilight-ot, most így ez egy ilyen coming out, szerintem baromi szórakoztató, főleg ahogy fejlődik a filmek, tehát a, nem tudom, a negyedik, ötödik rész az már egészen hihetetlen magasságban. Igen. Van, viszont az, tehát az steril, tehát ott ugye ez a szép fiú, szép lány, ez egy ilyen büszkén B-filmes valami, tehát ez a jó értelembe vett B-film, ez nem volt egy magas költségvetésű film, ugye 5 millió dollárról beszélünk, ami akkoriban, hát nem volt egy erős indítás, ma meg már főleg nem, és hát nem is hozta vissza egyébként az árát, ugye itt a Laurentiszék említett problémáinak egyértelműen áldozata volt a film, de annyira ezek szerint lehetett erős a hatása, főleg így az évek folyamán, hogy hát a Stephanie Meyer, ugye az írónő, hogy hát talán így meglátta, és így valami megragadta őt. Szerintem biztos, hogy kellett látnia, mert ha így Magyarországon ez nem annyira
ismert film szerintem, viszont a Amerikában a Lost Boys, az elveszett fiúk, ezt a két filmet így általában párba szokták említeni. Igen. Nem csak a legjobb vámpír filmek közé szokták sorolni, de így a 80-as éveknek így a alternatív toplistáin. Igen, meg általában még a Frász Karika című. Igen, a Frász Karika, igen. Ez a 80-as évek három ilyen, igen. Kicsit ilyen alternatív vámpír, ilyen önreflexív. Igen, igen, és hát ezek ilyen olyan műfajokat elevenítettek fel, amik akkoriban nem éppen, tehát ugye a 80-asok nem pont a Westernről, meg a... Tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor a John Badhamnek a Dracula adaptációja volt az, ami viszonylag nagyot bukott. A Frank Langella volt, ha jól emlékszem, a Dracula benne. És hát az is kultuszfilm lett, de szerintem annál érezhették úgy Hollywood urai, hogy na, ez kifújt, ebbe most itt nem akarunk nagyon belemenni. Ha jól emlékszem, akkor az 80-ban készült, a 80-as évek elején, és utána ezek az alacsony költségvetésű munkák adták vissza tulajdonképpen. És egyébként, ha már említetted a Frász Karikát, azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy a Bigelow, a rendezőnő, Westman filmet akart forgatni, és mondták neki, hogy hát ezt felejtsd el, az nem fog menni. Igen. És a Frász Karika sikeré végül is úgy ment át a film, hogy a Frász Karika sikerét megpróbálták kihasználni, és akkor egy ilyen vámpíros csavart adtak a filmnek. Úgyhogy ezért nehéz szerintem eldönteni, hogy ez most tényleg mennyire vámpírfilm, meg mennyire bikerfilm, mennyire western, mert minden kicsit. Van benne egy kicsit, és hát azért majd a megfelelő jeleneteknél hivatkozunk rá, hogy azért ez akcióban is baromi erős film. Tehát most az érzelmi rész, a szerelmes film is tulajdonképpen, ami elég határozottan benne van. Tehát ugye az a hollywoodi filmeknél egy ilyen alapszabály, hogy kell egy ilyen love interestnek lenni főszereplőnek mindenképpen, de itt az egy határozottan egy erős vonal, hogy ez a két ember, akik egymással egy ilyen kapcsolatot létesítenek. Igen, és egyébként most ez az ilyen lassús, márolós jelenet, ez a, ugye most harapja meg a hölgy a férfit, ez tényleg ez a gótikus vonal szerintem. Tehát megidéz, igen. Ez itt abszolút rámegy erre. Igen, és hát akkor most itt elkezdhetnénk ezzel a pszichoszexuális vonallal. Igen, hát ez adja magát ugye a vámpír filmeknél, meg hát szerintem alapban érdekes lenne arra is beszélni, hogy ugye 87-es film, és hogy ez a régen korszaknak a vége, ami szerintem így eléggé megjelenik a filmben, ugye a régen korszaknak a volt egy ilyen alapvető, hát hogy is még prüdériája, vagy ugye nagyon sok ilyen horror film, hát nevezik slasheröknek, ugye arról szólt, hogyha elveszted a szüzességed, akkor neked annyi. Tehát annak van esélye, ugye a final girl, aki nem fekszik össze senkivel. Ugye szexelni a régen korban általában csak az ilyen alfa hímeknek volt jogosultsága, ugye, aki mielőtt megmenti a földet, vagy a minimum Amerikát egyedül, előtte megkapja a nőt. És ő mesztelenkedhet, de senki más nem. Itt már mintha azért megjelenne, hogy itt ez a norma rendszer, ez egy kicsit már így bomlik, tehát itt ugye a nő kezdeményez, ugye ez is... Ez a rendezőnőnek szerintem az öntörvényűsége, tehát ő így nem hagyta igazán, hogy ez a felfogás eluralkodjon. Igen, de ez már 87, tehát itt kezdenek kifele jönnek megbomlani, nem is tudom. Meg egyébként szerintem van egy nagyon érdekes vonal abban a tekintetben is, hogy ugye a vidéki Amerikában vagyunk, ugye elvégre ugye a kisváros volt a régen állnoknak, meg ezek a cowboyok, ugye ő nagyon büszke volt arra, hogy ilyen cowboyokat játszott, meg nagyon sok propaganda filmje arra épült, hogy hát nem propaganda filmje, mondjuk így, hogy reklám filmje, hogy ő egy egészséges cowboy. És ugye itt is egy Marlboro Man, itt az egészséges cowboyt fogja beszippantani egy ilyen hát egy ilyen utazótársulat, vagy hát egy ilyen banda. Hát ilyen romlott közeg, ami szerintem a drog metaforát is akár rá lehetne. Lehet mondani, vagy hát akkoriban talán már az AIDS így kezdett. Vagy az AIDS, igen. Ez a valami, mindenki valami. Választhat valamit. Én... Igen. Egyébként most, hogy így a kisvárosi Amerikáról beszélgetünk, ezek a képek ezekkel a földekkel nekem kifejezetten a Coen fivéreknek az első filmjét juttatják az eszembe,
véresen egyszerűben vannak hasonló jelentek, azt hiszem ez a pár évvel korábban. Igen, ez egy zseniális jött, igen, az egy nagyon-nagyon nagy film. És feltűnt a vásznom, ugye a színészekről még nem sok szót ejtettünk, de itt a B vagy inkább C filmek egyik jelentős alakja. Igen, szerintem mindenki ismeri, csak Tim, nem tudja, hogy hívják. Igen, Tim Thomersonnak hívják, azt hiszem, hogy már meghalt szegény. Hát neki ilyen szerepei voltak általában a filmekben. Kivéve a C filmekben, amikor ő volt a húzó név, vagy húzó arc inkább. Beszéltünk a Vörös Zsaru kapcsán a Brian Jamesről, hát ez, ugyanaz a kategória gyakorlatilag, illetve hát a két főszereplőnek is említsük meg a nevét, ugye az úriember Adrian Pazdar, a hölgy pedig Jenny Wright, illetve most már megismerjük ennek a vámpírkolóniának is a tagjait. Igen. Gyakorlatilag a bolygó neve halás támjáról. Igen, ezt ugye mindenki tudja, hogy Catherine Bigelow az James Cameronhoz erősen. Ezt a bulvár sajtó ezt eléggé hangsúlyozta. Főleg ugye az Oscar kapcsán ez nagyon nagy. Igen, ami azért volt nekem egy kicsit vicces megdühítő, csak én nagyon röviden kitérünk erre, hogy ugye így úgy tálalta a bulvár sajtó, hogy itt most egy ilyen csata folyik, amit a Cameron veszít el, miközben hát azért vicces, mert ő már megnyerte a háborút, tehát... A Titanic után nagyon nem... Igen, tehát neki igazából akkor már nem volt nagyon mit veszíteni. Igen, és így hiszem, hogy ő így sírt, hogy nem kapott akkor... Hát meg Oszkárt az Avatarért, meg hát azért nem is egy kategória szerintem. Milyen értelemben? Hát a rendezői Oszkárt az Avatarnak azért szerintem senki nem vette komolyan, hogy kaphat. Ugye nyilván jelölik ilyenkor a filmeket, de mondjuk most ebben nem menjünk bele, hogy jelölik az Oszkárra. Hát az egy külön sörtélet lenni, majd egyszer egy oszkáros audio kommentát is jön, de... Igen, tehát... Mondjuk a Hurt Locker-ről is majd aztán emlékezünk meg, igen, hogy annak az Oscar díjaival, meg az érdemeivel, vélt és valós érdemeivel mi a helyzet. Na de akkor térjünk vissza a színészekre, mert tényleg szerintem nagyon érdekes, ugye hát az Adrian Pazdar, ő ugye mostanában tévé sorozatokban tűnik fel. Viszonylag jó név a tévében. Igen, én viszont emlékszem rá a Top Gunból, ami nekem a nagy kedvencem. Bevallom én, nem? Egy abszolút mellékszerepe van, viszont nagyon karakteres az álla, úgyhogy a Top Gunből egy ilyen pilóta, tehát szerintem ez teljesen... Én is kiírtam pár filmét, ugye a Carlito útjában is játszott, ami szerintem egy egészen kiváló film, aztán az Arany utcában és a Napgyermekek című Mel Brooks produkció, a tévében pedig olyan ismert sorozatokhoz fűződik, nem, mint a Hősök, Született feleségek, illetve van egy Profit című sorozat, amit én nem ismerek, de azt hiszem, annak a főszereplője. Ugye Tető TV-ben. Igen, és ott viszonylag erős név, de hát ugye itt az egy picit elválik egymástól, tehát azért kimondva kimondatlanul, de a táplálékláncban a filmesek és a nagy filmsztárok azért följebb vannak, tehát nem véletlen, hogy hát, próbálják átváltani a filmben szerzett sztárságot a filmsztárságra, és George Clooney, akinek hát hosszan kellett küzdenie érte, hogy már ne kelljen sorozatokban húzó névként. Igen, bár én hozzáteszem, hogy ez lehet, hogy meg fog fordulni pár éven belül, most nagyon erős a sorozatok. Igen. Beszélj még arról is szerintem, hogy itt az Aliens bolygó neve halál, igen. Gyakorlatilag a fő szereplői ugyanígy feltűnnek, ugye? Ami nem is véletlen, tegyen hozzá, véletlen. Hiszen ugye akkor még a Bigelow és a Cameron nem voltak feleség és férj, de hát kapcsolat már volt köztük, tehát így feltesszük, hogy legalábbis randíztak, mert jövőre már megkötötték a házasságot, és hát maga Cameron volt az, aki javasolta, hogy vegye át ezeket a színészeket. Igen. Sőt, a Pazdar is eredetileg a Michael Biehn lett volna. Igen. És ő nem vállalta, ami azért érdekes, mert eredetileg ugye az Aliens-be se ő lett volna a Hicks-nek az alakítója, hanem James Remar, aki egyébként egy szintén kiváló karakterszínész, csak hát őt a Cameron így pár nap után kirúgta, és akkor az utolsó pillanatban berángatta a Biehnt, aki viszont meg erre a filmre mondta azt, hogy neki nem tetszik eléggé, és akkor választották ki a Pazdart. Viszont
Hát nem is tudom, hogy mellékszereplőkről beszélhetünk-e, mert hát igen, ez nagyon fontos szereplők, hát ugye is jelen is vannak. Sőt, hát szerintem a film abszolút főszereplője, a Bill Paxton, aki most igen, tehát nem ő a most klasszikus értelemben, nem ő a hát egy főszereplő, de aki vonzza a tekintetet. De ő tényleg itt azért baromi jó, tehát igen, és hát ő is tulajdonképpen a Terminátor elejéből, hogyha emlékszünk rá, ugye Cameronnak a nagy kedvenc színésze Michael Biehn meg a Hendrickson mellett, ugye több filmben is visszatérnek, és a Terminátorban volt az egyik első jelenése még az elején, amikor a Schwarzeneggert levetkőztetik, ott tűnik fel, és onnan oda nőtte ki magát, hogy ebbe a filmbe már legalább, mit tudom én, a harmadik arc. Igen, hát ő egyébként szerintem nagyon érdekes karriert fut be, mind a mai napig. Ugye van egy rendezése, igen, amit Frailty. Igen, a Frailty, nem tudom mi a magyar címe. Valamilyen nem... Mindegy, tehát ez a film, ez a rendezés, ez mindig feltűnik ilyen legalul értékeltebb remek művek listáján. Ez egy elég jó film. Ez tényleg egy elég jó film, és ugye nagyon-nagyon fontos mellékszerepeket kap, vagy legalább nem az, hogy fontos, de elég nagy filmekben is játszik, és mégis valahogy mindig ilyen. Igen, tehát a húzó név kategória az annyira neki nem jött, de Twisterben volt, azt hiszem, hogy főszereplő, meg még egy-két filmben, de neki inkább ez a jellegzetes mellékszereplő, ugye a Bolygó neve halálba és a Hudson talán tizedes, ahogy ott parádézik és előadja magát, az egy kicsit rímel is erre a szerepére egyébként, és hát ezekben nagyon jó szerintem mind a mai napig, illetve igen, a saját rendezésében igen. is. Egyébként Isten haragja, közben itt beúrott. És akkor beszélj még Lance Henriksenről is. Igen, Lance Henriksen. Szerintem tipikusan a kult színész. Igen. Hát igen. Az a színész, akit mindenki tudja, hogy ki. Uh-huh. Meglátod, tudod, hogy már látod valahol, nem is ugrik be, hogy ugye miben. Hát mondjuk az Alienből szinte mindenkinek megvan a... Igen, illetve... Mert ugye a Millennium sorozat. Az igen, a saját sorozata is volt, illetve ő az, akit említettünk, a Tim Thomerson és Brian James, tehát ugyanaz a kategória lenne, csak ő ebből egy kicsit kiugrott, tehát ő valahol itt az A és B között ingázik, mert neki azért már a neve is szerintem ismerős a legtöbb filmbarátnak, de nem tudjuk azt mondani, hogy nem tudunk rámutatni arra a filmre, hogy akkor az, hanem ő ilyen omnipotens, így mindenhol igen. jelen van és mindenben jó, bár azt hiszem, hogy talán a leghíresebb szerepei azok ezek a Cameron filmek a Terminátorban, sőt, hát eredetileg ő lett volna a Terminátorban. Én egyébként ezt nagyon megnéztem volna. Egyébként az egy érdekes. Érdekes lett volna, igen. Csinálják egy alternatív, nem csinálják más Schwarzeneggerrel, de érdekes lenne. Igen. És ugye még van itt a Janet Goldstein, vagy Goldstein, én nem tudom ezeket a... Hát elvileg Goldstein. Ő is ugye, hát a Cameron állandó, ő a Terminátor 2-ben volt az Edward Furlong karakterének az anyja. Igen. Illetve játszott a Halálos Fegyver 2-ben, vagy 3-ban. A 2-ben. Így felrobban egy, mikor be akar ugrani a medencébe, és igen, akkor szépen felrobban. És szintén a Bolygó neve halál. Így van, és hát azt szerintem neki is az a csúcs szerepe. Ez a legemlékezetesebb, a Vázquez. Ami azért vicces, mert ugye említjük, hogy Goldstein, tehát ő egy vállaltan zsidó származású hölgy, és ennek ellenére hát egy egyértelműen latin amerikai. Hát igen, ebből is látszik, hogy ezek a külsőn alapuló sztereotípiák mennyire ennek viccesebb hasznosak. Egyébként a háttértörténet, azt gyorsan elmondom, ugye ő belőle úgy lett Goldstein létére Vázquez, hogy amikor hallotta, hogy van ez az Aliens című film, és hogy szereplőket keresnek, akkor ő azt hitte, hogy Alien, mint illegális bevándorló. Aha, és oda ment, és előadta ezt a Vázquez figurát, ami nagyon megtetszett a Cameronnak, és kitalálta, hogy jó, akkor ebbe a szerepbe tartjuk meg ezt az aranyos zsidó csajszit. Illetve hát itt megint egy olyan figura, aki arcról nagyon ismerős. Igen, ő, én meg nem mondom, hogy mi a neve, de rengeteg ez igen. A kategória, amit mondtál. Igen, ő meg a Tim Thomersonék alatt van egy hajszállal, tehát egy ilyen visszatérő karakterszínész, főleg ez a
kopaszodása nevezhető talán jellegzetesnek. Nem tudom, tudod-e, hogy mi történt Janet Goldsteinnel, hogy miért nem látod mostanában a Weissman? Na, miért nem látod? Visszavonult a színészettől, és nem fogod kitalálni, extra nagyméretű melltartókkal foglalkozik. A Bolt nevét azt most nem jegyeztem meg. Hát azt azért árult el. De azt majd mindenképpen. Hát ez egy hollywoodi karrier. Úgyhogy ez egy igazi érdekesség. Most beszéltünk itt a drog meg az AIDS metaforáról, szerintem itt azért elég nyilvánvaló, ugye most a hős éppen átváltozik vámpírra, és ő nagyon rosszul érzi magát. Betegségként jelenik meg. És ez abszolút a betegség, és én nem akarok itt belemagyarázni tényleg mindenféle dolgot a filmbe, de ez nagyon érdekes a nagy egészségkultusz után. Mm. Ekkor kezdenek bejönni ezek a filmek, ahol tényleg ez a betegség metafora így iszonyú erősen. Tehát tényleg a hős így tántorog, ugye nyilván utána majd átváltozik, és akkor egy más szintre jut, de... Hát, hogyha csak ennyit látnánk a filmből, ezt a két jelenetet, akkor egyértelmű lenne, hogy most ő egy ilyen lejövőbe lévő drogos nagyjából, vagy valami csúnya betegséget kapott el, hogyha kicsit jó hiszeműek akarunk lenni. Igen, hát ezért érdekes szerintem itt ennek a vámpír bandának a... Tehát, hogy mégis tényleg ők így utazgatnak, ugye, nem tudom, ez a középnyugat lenne, talán hát, mindegy, tehát a vidéki Janus, Amerikában, és akkor így tényleg elravadják ezeket az életerős cowboyokat, akik egyébként most a srác valószínűleg a földeken dolgozna az édesapjával. Hát ő is, hogy említettük a Marlboro Man, tehát ő ez a jóképű kalapos srác, tehát nyugodtan ráképzeljük a lóra és a hegyek közé, igen, és már meg is van a reklám. Igen, úgyhogy hát mégis ez maradt ki a Twilight-ból szerintem, most bocs, hogy megint visszatérek az örök veszőparipámhoz. Nem hagyhatjuk. De tényleg, tehát ugye a Twilight ugye megfordítja, ugye ott a lány csábítja el a vámpír, ugye szerintem ez egy egyértelműen ott azért ilyen nagyon visszafogott szexuális ilyen tini. Hát mondjuk abban nagyon nem menjünk bele, de a Twilight-nak a szexualitása, tehát hogy ezt az Honest Trailers nevű sorozat nagyon jó kikarikírozta, tehát hogyha nem látjuk, hogy 90 éves a vámpír, akkor már rögtön nem pedofília. Igen. Mert lényegileg ugye az, tehát hát az, de mivel nem látjuk, hanem egy fiatal srácot látunk, ezért már fel sem merül, hogy tulajdonképpen itt arról lenne szó, hogy igen, egy ősöreg viszont ember. A fiatal srác ugye megvárja a házasságot. Közben meg egy konzervatív. Igen, és tehát hogyha hozzánézzük ezt a filmet, vagy akár ezt a vonulatot, ezt az ilyen... Itt azért tehát sokkal komolyabban benne van az erotika szerintem. Tehát most itt éppen azt látjuk, amint a lány megeteti a fiút vérrel, vagy hát igen. Hogy mondjuk szépen, tehát ellátja. Ez történik, ez igen. Történik, hát ez egyértelműen egy... De tele van szexuális töltés. És tegyük hozzá, bocsánat, hogy közbe vágok, maga a színésznő választás is. Tehát most lehet, hogy az én ízlésemmel van a baj, de a művésznő az Alkonyat filmekben nem fog eszembe jutni a nőre, de... Sajnos nekem sem. Mindig nyitva van a szája, annál lehet megismerni. Hát én nem feltétlenül mondám, hogy ő színésznő, tehát megtalálták. Igen. Bizonyos szerepekre mindig ugyanazt a... Igen, tehát hogyha Steven Seagalt szoktuk bántani azzal, hogy igen, neki egy arca van, hát akkor erről a hölgyről elmondhatjuk, hogy neki is egy arca van, és az mindig egy tátott szájú arc. Tehát, igen. Most hozzá képest a Jenny Wright, aki ugye elfutott be nagy karriert, sőt, hát így a 90-es évek táján azt hiszem, hogy ki is szállt ebből az egész Berkeley-ből, hogy egyrészt kisugárzása is, egy sokkal... tehát erotikusabb, egy erotikusan vonzó jelenség. Másrészt pedig hát az alakítása is azért egy átgondoltabb dolog. Igen, és lehet, hogy akkor itt kitérhetnénk Bigelow és a női rendezők és így unblock arra a témára, hogy számít-e, hogy egy hollywoodi filmet egy nő rendez, vagy nem. Szerintem itt is Bigelownak a későbbi filmében különösen erősen tette érhető, de már itt is, hogy egyrészt ugye a nő kezdeményezít, a nő változtatja át a férfit, ez szerintem, ha nem is azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen feminista
dobás, viszont azért ilyen a nőfigura, mondjuk úgy a nőfigura aktívabb. Igen, ezt mondjuk mint, szerintem egyértelműen kijelenthetjük. Szokott lenni. Hát nem tudom, szerinted BLO karrierén végtekintve fontos, hogy ő nő? Tehát... Egy oldalról biztos, hogy nagyon fontos, mert ugye azon kevés nők közé tartozik, hozzáteszem sajnos, akik egy komoly karriert tudtak befutni, igen. Sőt, hát egyedülálló karriert, hiszen az első, a legnagyobbnak tartott filmes elismerést, hogy az Oscart elsőként ő kapta meg, ő volt az igen. Első nő, és azt hiszem a jelöltek között is talán a negyedik, vagy második, tehát valami... Valami, igen. Azt egy, tudom, hogy a Sofia Coppola-t jelölték előtte. Igen, biztos, hogy jelölték. Lehet, hogy nem is. Én úgy emlékszem, hogy Sofia Coppola volt az első, és ő a második, aki meg is azt, kapta, azt hiszem, talán... hogy európaiakat néha jelöltek. Uh-huh. Azt hiszem, hogy a Lina Wertmüllert jelölték a Hét szépségű Pasqualino cím, egyébként nagyon-nagyon jó filmért. Uh-huh. De tehát tényleg egyrésztről fontos, hogy a Bigelow nő, és szégyen, hogy ennyire nincsenek jelen. Tehát, hogyha azt gondolnánk, hogy ha a társadalomban azért nagyjából 50-50%, akkor ugyanúgy a filmszakmában is a kamera mögött, akkor valami hasonló aránynak kéne lenni. Igen, ez szerintem is nagyon szomorú, ugye olyan, ezt nem tudom, tudod, olyan 10%. Igen, ezt hallottam. Szoktak mondani. Szerintem még alacsonyabb, mert ugye ez az összes, tehát hogyha a befutott elismert, mondjuk úgy, hogy neves rendezőnőket kell felsorolni, akkor tudunk mondani neveket, de nagyon-nagyon alacsony a szám, sajnos. Igen. És ugye, bocs, hogy szabadba vágunk, Pigelón az érdekes, hogy ő igazából egy nagyon férfias műfajban alkot. Igen, és ez a másik, amit ugye kérdeztél, hogy mennyire számít, hogy nő rendezte ezt a filmet, hogy egyrészt ugye számít maga a tény, másrészt viszont, hogyha úgy nézném ezt a filmet, hogy lemaradok a stáblistáról, nekem eszembe se jutna, hogy nő rendezte, és ugyanez igaz a Holdpontra, vagy sorolhatnám, tehát ennek ellenére ezek nem nőies filmek, ezekben igen, maszkulin energiák szerintem... is vannak legrosszabb esetben. Még egyébként, bocsánat, csak gyorsan, hogy fordítva is működik, tehát vannak viszont olyan férfi rendezők, akik meg olyan energiákat mozgatnak a filmjeikbe, vagy olyan érzékenységűek a filmjeik, hogy magamtól azt gondolnám, hogy nők állnak a kamera mögött. Igen, viszont én itt vitáznék veled, mert szerintem a Holdpont, és akár a Bombák földjén is, szerintem női filmként is lehet nézni. Nyilván, amit mondasz, hogy ha úgy nézed, hogy nem tudod, hogy nő rendezte, tényleg nem döbbensz rá, hogy ezt egy nő rendezte, de ha tudod, hogy nő rendezte, akkor nagyon érdekes megfigyelni például a Holdpontba. Ugye szokták mondani, hogy a férfi rendezőként tárgyként, ilyen szép tárgyként szemlélik a nőket. Na most, hogyha megnézed a Holdpontba, van egy-két ilyen baromi... modellszerű beállítás Keanu Reevesről és Patrick Swayze-ről, hogy a szörf ruhában, ilyen feszes szörf ruhában ott állnak a deszkán. Most én nem azt mondom, hogy Bigelow ugyanazt csinálja, mint amikor egy férfi rendező lefilmez egy nagymellű nőt, de egy kicsit hasonló. És ott is ugye a női karakterek ott is baromi fontosak. Aktívak, vagy hogy mondjam, tehát kezdeményeznek, és a Zero Dark Thirty, a Bigelow legújabb filme, az szerintem abszolút egy női karakterről szól, aki keresztül viszi az akaratát, egy olyan férfi uralt egy katonai hierarchián keresztül viszi az akaratát, és Bigelow végig azt követi, hogy mennyire ez mennyire nehéz, és mennyire kiveszi a nőből az energiát. Szerintem egy baromi jó film. A Bombák földjének egy ilyen női verziója, úgyhogy szerintem mindenképpen nagyon szeretem Bigelónak a cuccait, hozzáteszem, nem láttam minden filmjét. Egyébként én sem, mondjuk egy kicsit bánom, bár azt hiszem, hogy amiket nem láttam tőle, azok a bukott, és annyira... Igen, nem egy elég érdekes karriert futott be egyébként, ez szerintem el lehet mondani. Nincs sok filmje, tehát nincs, hogy ez mivel függ össze, most megint, hogy a nőkkel szemben esetleg egy diszkrimináció érvényes, hogy kevesebb szer engedik őket a kamera mögé, vagy azt, hogy tényleg összehozta ezeket a bukásokat, de hát, ha jól tévedek, akkor ilyen 8-7-8, tehát 10 alatról beszélünk, és 60 igen. Elmúlt, tehát... Igen, és ugye a Bombák földjén volt az a film, amivel visszajött, tehát ugye akkor már ő le volt
leírták. Az is tulajdonképpen azt hiszem, hogy francia pénzből. Igen, igen, ott nagyon sokáig. Költségvetés, európai kapcsolat, vonatkozások vannak benne, ilyen anyagi szempontból igen, is. Igen, tehát, igen. Tehát az biztos, hogy ő tulajdonképpen kiírta magát Hollywoodból, amikor visszatért egy ilyen nagy visszatérést kevesen produkáltak, azt hiszem, igen, tehát akár férfi, akár női rendezők, hogy tulajdonképpen a totál semmiből, ami hírből egyszer csak úgy jött vissza, hogy Oscar díj és elsőként, és sikerfilm, és utána még egy, ugye, mert az jó Dark World is elég jó köröket. Igen, igen. Hát nem tudom, ezen vitatkozhatnánk, hogy tényleg itt mennyire érhető tettem, hogy most ez egy nő, vagy nem. Nekem magamtól nem jutna eszembe abban, amit, tehát azt nem mondom, hogy ebben nem lehet igazság. Igen, ezek valószínűleg, amiket én mondok, ezek ugye utólag kiderülnek, tehát nyilván, hogy elkezded elemezni a filmet úgy, hogy tudod, hogy Bigelow miket csinált, akkor fel lehet felezni ezeket a motivunkat, de valahogy mégsem. Tehát nem az van, hogy tényleg leülsz, és akkor azt mondod, hogy úristen, ez egy nő rendezte, és hogy milyen... Nekem magamtól nem jutna eszembe őszintén erről a filmről se, de vannak jelek. Tehát az, hogy tényleg nem veszi, nem csak egy love interest a női figura, hanem tényleg a második főszereplő, aki nagyon fontos, és aki ott van, és jelen van az egész filmben. Nem csak azért, hogy elmondhassuk, hogy jó ránézni, hanem tényleg egy szereplője, teljes értékű szereplője. Ezt sajnos hajlamosak nem komolyan venni, vagyis hát elmismásolni a forgatókönyvekben, meg általában a filmekben, vagy valami sztereotíp közegbe helyezni. Igen, bár szerintem ez azért is összefügg, hogy tényleg a hollywoodi mechanizmus szerint kell bele, tehát nagyon sokszor ugye nem indokolja a történet, és akkor tényleg beleraknak egy sztereotípját, ami, vagy egy ilyen leegyszerűsített nő figurát, ami tényleg nem tesz jót, tehát tényleg ezt sugalja. Hogy ott van, de minek? Hogy ott van, de gyakorlatilag egy ilyen próbababa, vagy nem is tudom, ilyen igen, modellként. Hát tényleg, hogy a férfi közönség tudja legeltetni a szemét, és ezzel kiismerül. Aztán persze vannak filmesek, akik ezzel is el tudnak játszani, hogy hát most igen, eszembe jutott a John McNaughton-nek a Vadvágyak című. Hát igen, az egy zseniális. Ebből a szempontból, ahogy az elején ugye teljesen egyértelműen és tudatosan úgy jelennek meg ezek a csajok, mint akik tényleg csak a vágy tárgya, és nézik igen, őket, és akkor... megvannak ezek a jelenetek, hogy nem tudom, a víz alatt állnak, és a ruhájuk rájuk tapad, és minden esetben neki derül, hogy azért itt az a történetben is szerepet kap, és több van. Igen. More igen. than meets the eye, ugye, hogy az angol mondja, tehát így kifejezetten rájátszik erre. Igen, ezért mondom, hogy nekem Bigelow filmjeiben a férfiak néha így megjelennek, amit mondasz. Tehát ez a kicsit ugye a vágytárgyai. Nekem még a Bombák földjében is ugye Jeremy Renneren néha úgy legelteti a szemét, hogy jó, lehetséges. Lehet, hogy ez tényleg egy kicsit így belepasszírozom ezt, de szerintem emiatt nagyon, nagyon érdekes, érdekesek ezek a filmek. Illetve hát önmagukban is, tehát tényleg Bigelownak szerintem nagyon érdekes, amilyen utat befutott. Meg ejtsünk pár szót a vizualitásáról is a filmjeinek, amik hát egyrészt nagyon jellegzetesek, tehát látni ez a bizonyos szerzői kézjegy az ott van ezeken a filmeken, és hát maga a színhasználat is talán, a beállítások, meg hát általában, ahogy össze vannak vágva a filmje, és amilyen benyomást hagynak az emberben, az elég igen. jellegzetes. Tehát, és itt végig is lehet követni ezt az utat, és érdekes módon annak ellenére, hogy James Cameronnal szeretjük nyilván együtt emlegetni, hiszen férj és feleség voltak. Nekem erről a képi világról nem Cameron jutna először. Nekem nem csak a képi világról, nekem így a filmnyelvről, amit használ, nem. Szerintem abszolút nem. Tényleg Cameron-t emlegetjük, ugye nyilván az ilyen bulvár vonatkozások miatt, meg nyilván megbeszélték, amikor férj és feleség voltak, hogy ki hogy forgat, vagy legalábbis én úgy képzelem, de mégsem. Tehát abszolút egyetértek veled, hogy ez egy más
másfajta. Igen, ezek a neon-szerű ilyen fények. Igen, hideg, éles fények, igen. Amiket használ, meg ezek az esti jelenetek, szerintem ezek kifejezetten a Michael Mann féle vonalhoz kapcsolat. Az egy kicsit egy kékesebb, itt azért más színek is megjelennek, de előbb jutna eszembe azt. Tehát most ugye annak ellenére, hogy ennek a filmnek a stáblistája nagyon erősen támaszkodik a leendő férjnek, a Cameronnak a korabeli és a későbbi munkatársaira, tehát rögtön említsük meg az operatőrt, Adam Greenberg. Igen, aki kiváló operatőr, és ugye Terminátor filmeket fényképezte, de hát azért ez egy kicsit más történet szerintem, tehát itt a rendező az másfele tolta a dolgokat. Illetve a Howard Smith, aki a vágó volt, ő érdekes módon úgy olvastam, hogy utóbb lett tehát tulajdonképpen Bigelow-tól vette át Cameron, ő a mélységtitkának volt a vágója, illetve hát a Michael Mann-t emlegettük, ugye a Tangerine Dream csinálta a filmzenét. Igen. És hát a Michael Mann-nel is dolgoztak nem sokkal korábban, illetve még előtt a film műfajának tulajdonképpen William Friedkin fedezte fel őket. Igen, az első Sorcerer-rel csináltak először. És utána egy elég nagy karriert futottak be, aminek ez a film és ennek a zenéje is a része volt. Igen. És egy elég híres jelenet. Igen, most éppen azt a jelentet látjuk, amikor megérkeznek ebbe a, hát ilyen, nem is tudom, ilyen redneck bár, vagy... Hát ez egy biker bár, és hát elég redneck közönségnek tűnik. Ezt a jelentet szokták a filmmel kapcsolatban emlegetni, a kultuszának is ez egy, szerintem egy jelentős motívuma. Mert ugye ez tényleg egy ilyen perfekten levezényelt. Hát ezt szokták, ezeket a teljesen önálló, ilyen kvázi öncélú jeleneteket szokták úgy hívni, hogy set piece. Ez az önmagában is megálló, és amit emlegetünk a film után. Tehát ami a James Bond filmben, nem tudom, a nagy finálé, az itt gyakorlatilag ez lehet az egyik jelenet. És hát a Bill Paxton hozza. Igen, szerintem itt óriási. Tehát, igen, neki ez a nagy szájú csibész, aki hát mondjuk az Aliens-be kiderül erről a nagy szájú csibészről, hogy nincs mögöttem olyan sok, tehát ott inkább a nagyon sokszor érdekes, amit mondasz, nagyon sokszor ezt a figurát hozza, hogy egy ilyen nagy szájú valaki is kiderül a végén, hogy valójában mégsem az. De ez most az eset, amikor nem ez derül ki. Igen. Tehát ugye itt most egy vámpírról beszélünk, aki itt az elég nagy szomját akarja csillapítani. Igen. És meg is teszi, tehát ez nem az az eset, de nagyon jó hozza. Tehát, hogy így félelmet kelt ez a larger than life, tehát, hogy nem a Stanislavski módszer alapján jár el, hanem tényleg így rátelepszik a jelenetre, nagyon jól áll neki. Igen, és ebből a jelentet szerintem az érdekes, hogy azért valamennyire szembe megy a vámpír mitológiával. Hát nem ilyen, tehát nem képzeljük el a vámpírokat, hogy ők bemennek egy ilyen biker bárba, és ott így elkezdenek verekedni például. Tehát az igen, ráadásul ugye valamire élvezik, tehát igen, ugye a vámpír mitológia az tényleg egy ilyen nagyon szertágazó valami, de ugye valahogy azért általában ilyen tragikus fősöknek szokták, vagy legalábbis ilyen melankolikus, rezignált, vagy legalábbis ilyen nagyon intelligens, nem is tudom, ilyen csábítók, és itt is van nyilván, tehát van egy ilyen vonal is, de itt azért kőkeményen ők most itt élvezik, hogy itt szét fogják szedni ezt a... És nem nagyon emlékszem, hogy lenne ilyen válságuk ezzel összefüggően. Tehát ez a Werner Herzog féle Nosferatu vonal, hogy vámpír vagyok, ölj meg, mert ez borzasztó, vagy ami máskor annyira hangsúlyosan előjön, az itt nincsen, tehát vámpírok vagyunk, örülünk neki, és intézzük a dolgunkat. Tulajdonképpen itt azt történik, hogy eljöttek piálni, csak ugye nem sört fognak ölelni, meg felest, hanem vért.
Igen. És például ilyet sem nagyon látni, hogy a vámpír hölgy pillangókéssel vágja fel a... Hát igen. Tehát általában úgy az szokott lenni, hogy rárepül, harap, nem tudom. Igen, és hát, hogyha belegondolunk, hogy hát tulajdonképpen kis túlzással bármikor, bármelyikünk került ilyen helyzetbe, de hát bevegyünk inni egy pohár vizet egy kocsmába, és egyszer csak azt látjuk, most nem a vámpírokra gondolok, ja, természetesen nem. Helyekre jelsz a vámpírok jelenleg. Mostanában nem, az utóbbi időben nem. De már arra gondoltam, hogy az túlzás, hogy mindannyian kerültünk ilyen helyzetbe, de hasonlóan fenyegető helyzetbe, hogy egyszer csak valaki mellettünk egy kocsmába, vagy nyilvános ilyen valami olyat csinál, amire nem számítunk, és hirtelen nagy veszélybe kerülünk, tehát ezt át lehet élni. Igen. És most ez a pillanat, amikor a Janet Goldstein a pillangó késsel elvágta valakinek a nyakát nyilvánosan és egyértelműen, majd utána Lance Henriksen becsukta az ajtót, tehát a menekülési útonat elzárta. Igen. Tehát ez egy olyan helyzet, ami visszavonom, nem történhet meg, hál' Istennek, minden nap, de át lehet érezni, és hát ez egy olyan dolog, amit nagyon nem szeretnénk szerintem a legtöbben. Tehát igen. Erősen problematikus helyzet lenne, és ehhez nem kell, hogy egy vámpírfilm díszletei között legyünk. Tehát igen, tehát ez a jelent, ez több, szerintem több szempontból is tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy kiváló. Ez, amit mondtál, hogy set piece, vagy... Igen, set piece-nek. Hát mondjuk szerteágazon használják ezt a fogalmat, de ez mindenképpen beletartozik, hogy ez a filmnek igen, egy ilyen önálló... Igen, tehát igen, hogyha ezt most csúnyát mondunk, de ha kivágnánk ezt a jelentet, a történet még megállna a helyén. Viszont tényleg ez a tipikus YouTube-kompatibilis jelent, amit fel lehet tenni, és akkor lehet... Hogy igen, tehát így a karaktereket talán egy kicsit mélyíti, hogy látjuk, hogy mennyire veszélyesek, de tulajdonképpen a sztori szempontjából olyan nagy szükség. Igen, és hát amit beszéltünk az előbb az operatőri munkát, szerintem itt igazán kijön ez a neon, hideg, éles árnyékok, éles fényhatárok, tényleg ilyen tükröződnek a szemekbe, és nagyon-nagyon hangulatosan van. Igen, nagyon visszaadja ezt a... És hát a 80-as éveknek is. Igen, ez abszolút. A világát visszahozza. És hát most. És szerintem itt említsük meg az alkonyattól pürtelatigot, ami igen. Nyilván nem állítjuk, hogy lehetősen nem állítanám azt, hogy itt ez az alkonyattól pürtelatig bármiben is utalna erre a filmre, de azért ezt a vonalat. Van párhuzam ott is, igen. Szerintem azért biztos vagyok benne, hogy látták el. Igen, ez a helyszín, meg ezek a figurák, meg ez a csapos, meg tehát egy kicsit azért mindenképpen emlékeztetve, és mondjuk én meg lennék látva, hogyha a Rodriguez meg a Tarantino nem ismerte volna ezt a filmet, tehát valószínűleg azért eszükbe jutott, mondom konkrét kapcsolatról, én nem tudom. Valószínűleg nincsen, de tényleg azért nagyon kevés vampire western van, hogy így szabad... Hogyha ezt ne nevezzük vampire, aztán nem az, de hogy ez a fajta fúzió, ez nem sok van, tehát. Azóta már egyébként készült egy-kettő, illetve hogyha még azt, olyan filmet keresünk, ami tényleg visszautal erre, a Bigelow filmre, akkor ugye az Ezer Halott Háza 2, a Sátán Bosszúja című Rob Zombie film. Ugye Rob Zombie is Tarantinoékkal a Grindhouse Projecten dolgozott, még ha csak egy ilyen áll-trailer erejéig is, hogyha jól emlékszem. Így van, SS Woman, Werewolf Woman of the SS, vagy ami hasonló. Igen, és hát elvileg itt azt írja az én kis mindentudóm, hogy majd lesz egy, még nem volt, ha minden igaz, a leszámolás a rendőrök és a Firefly Family között, az azonos gyakorlatilag beállításra az hát, megfelelő jelenetből. Igen, hát ugye Rob Zombie, ő egy rock, vagy metal, vagy nem tudom pontosan a stílus, alternatív metal. Mondjuk így, igen, ilyesmi, és ugye ő egy horror rajongó, aki gyakorlatilag remake-ek... Ugye elég sok remake-et csinált, a Halloween-t, sőt a House of Wax,
nem is tudom, milyen a magyar címe, a Viasz Babák háza. Ő csinálta csinált egy riméket. Ez újabb, ez a Halloween filmek utáni? Igen, de most nem akarok, lehet, hogy akkor tévedés vagyok, de mintha csinált volna. Én ezt az Ezer Halott Házát láttam, illetve ennek a folytatását, és azok ugye nem konkrét remake-jé, de egyértelmű, tehát ez a rajongói idézetek tömege. Igen, tehát ő abszolút ilyen rajongói filmes. Én nem tartom őt olyan nagy átütő tehetségnek. Hát ezt baromi szépen tudja így ezeket a... Tényleg imádja a horrort, ez látszik. Az és az nagyon szépen tudja ismételni, amit más kitalált, vagy újra gondolni, vagy nem is tudom, hogy mondjuk szépen. Tehát nem lennék meglepve, ha valóban lenne itt a alkonytár felé is egy ilyen tiszteletadás. Hát ez a kis mindentudó, ez nekem ezt mondja. Én egyébként így a Halloweenig én azt mondtam volna, hogy ő tényleg egy tehetséges horrorfilmes, hogy nem az a sokszínű, sokarcú zseni, de sok menő rendezőnél többet hoz bele, és hát akkor jött a Halloween, ami az én szememben az ő annyira nem is komoly nimbuszát azért eléggé lerombolta, tehát szerintem nem sikerült neki 100%-os biztonsága. Tehát az, hogy a Carpenter film ez nem nőtt fel, az egy dolog, szerintem az a film unalmas volt, mondjuk így finoman. Mármint nem a Carpenter film, természetesen. A Rob Zombie Halloween. Rob Zombie fél Halloween. Hát én az alapkoncepcióval voltam nagyon-nagyon-nagyon rossz viszonyban, tehát, hogy amikor van ez a mumus, aki már kifejezetten a Carpenter filmben úgy emlegetik, hogy The Boogeyman, és The Shape, és egyáltalán, tehát egy nem evilági figura, és ő ennek megpróbál egy ilyen pszichológiai hiteles hátteret adni, tehát ez ennél nagyobb öngolt, én nem tudok elképzelni, tehát ez nem működik, és számomra ez a film ezt bebizonyította. Így, ezek is nagyon szép esti felvételek. Igen, bocsánat, közülük megnéztem, nem ő rendezte a... Annak sok feldolgozása van, de... Igen, van neki, de igen. Nem mindegy, igazából... Tényleg, szóval majd... Megcsinálhatta volna egyébként. Igen. Tehát, mert egyébként azon belül, hogy ő nagyon nagy horrorrajongó, ő ezeket kifejezetten ezeket a régi horrorfilmeket is szereti, mint a House of Wax, tehát nem csak a... mondjuk úgy, hogy a Texas Ráncszűrészes utáni, meg a Romero nevével filmjezett zombis horroroknak nagy ajongója, bár azoknak is egyértelmű, tehát azért a Toby Hooper életmű az ott figyel abban, amit én láttam tőle. De hát eleve a zenekarának, meg ez a zombi néve honnan jön, az a White Zombie. Tehát igen. Az a régi Lugosi Béla féle film, ami még egész más húrokat engetett. És hát itt szóba került a látvány, én még megemlíteném, ugye a zenéről, vágóról, operatőről beszéltünk, hogy a production design, ez hát nem is tudom, a látványterv? Hát... Látványterv, hogy lehet ez? Hát ezt nem tudom, ez nehéz, mert ugye én nem is tudom, hogy tényleg ennek mi a pontos magyar kifejezése, ugye hát az... nem csak a díszletről van szó, hanem hát, gyakorlatilag ugye a tárgyi környezet. Igen, tehát hogy a látványt, nem tudok ennél jobban, de összefolyik egy kicsit ezzel az Art Direction nevű történettel is, tehát az a lényeg, hogy most ugye azt látjuk éppen, hogy az autó föl alá megy a tájon, tehát egy ilyenért is felelős lehet aki a Production Design vagy Art Directionnek a felelőse, és ő Steven Altman volt, nem véletlen a névazonosság, ugye Robert Altman volt az édesapja, és hát szerintem ő is elég jó, tehát akárhogy került a film bizniszbe, hogy segítette neki az édesapja, nyilván segített, akár saját jogán is sikerült volna neki, de hát elég jó munkát végzett, és az az érdekes, hogy Steven Altman tulajdonképpen az édesapja haláláig nem nagyon dolgozott más rendező filmjén, ez a nagy kivétel. Tehát előtte is, ahogy nézegettem a filmográfiáját, Altman filmek, utána is Altman filmek, és hát nyilván ugye a papa halálával már nem maradhatott meg ezen a vonalon, tehát most is dolgozik, valószínűleg hasonlóan jó dolgokat állít elő.
De ez a nagy kitörő volt sokáig a pályán az egyetlen, amit vállalt. Nem tudom, az összefüggésben van-e azzal, hogy Bigelow ugye festő háttérrel érkezett a filmhez, tehát a... Hát én nem lepődnék meg, valószínűleg ilyenkor azért tényleg egy olyan rendezőről beszélünk, aki komoly művészi háttérrel, képzőművészeti háttérrel rendelkezik, tehát valószínűleg ezt az említett szerepet gondosan osztotta ki. Tehát... Igen, és hát valószínűleg elég egyértelmű utasításokkal látta el mind az operatőr, mind a vágót, mind a látványtervezőt. Ahogy mondtad is, tényleg felfedezhetőek kézjegyek. Bigelónak gyakorlatilag az összes filmje egységes látványilag. Igen. Amit én láttam, arról mindenképpen elmondható, és hát ugye említettük többször ezeket a lassításokat, az talán az egyik legjellegzetesebb. Igen. És ugye, hát ez nem mindig egyértelmű, de ezt általában lehet látni egy filmen, hogy akart-e ott eredetileg rendező lassítani, vagy nem. Tehát amikor egy kicsit ilyen darabosabb a mozgás, akkor azt tudni lehet, hogy azt eredetileg az operatőr a hagyományos sebességgel rögzítette a filmre a képeket, és utána ezt lassították le, és ezért lesz olyan darabos. Igen. Az a bizonyos mozgás, de a Bigelow filmekben ez a ritkábbik eset szerintem. Tehát biztos vagyok benne, hogy ő ezt előre... Igen, tehát ő tudta, hogy én ezt most lassítva akarom, ez egy hangsúlyos pillanat, és legyen így. És azt hiszem, hogy ez az a jelenet, igen, most ami... van a rendőrökkel most ilyen összecsapás. Igen, egyébként ez a figura is egy nagyon sok filmben feltűnik. De most nem jutott szomba a neve. Melyikre gondolsz? A rendőrre, aki éppen osztja az utasítást. Ő is sorozatszínész. Ő volt, úgy látszik, hogy... Igen, és ez is egy nagyon klasszikus. Ez a lyukak, fényjukak, igen, vagy nem bejön a... bejön a fény, és akkor... Én az érdekes, hogy ugye ez a frászperik a végén is tulajdonképpen a... Hát most itt, bocsánat, ellövök egy poént. Spoiler! Akkor ne figyeljen, aki még nem látta a 85-ös frászperiket. Igen, hogy ugye ott is a megmenekülésüknek az áloga, vagy a trükkje az, hogy hát nem is tudom, lövöldöznek ott is, és a fény kapja el a vámpírt, és menti meg az emberi szereplőket. Ugye ebben a filmben nem pont ez van, de itt is a lyukakon a lövések helyén árad be a fény, és veszélyezteti a vámpírokat. És hát említetted az alkonyatok pirgatikot, az megint csak ugye a végén újra spoiler, azon bocsánat, tehát annak az egyik utolsó jelenetében is, amikor már alig van történje Juliette Lewisnek és George Clooney-nak, akkor ugye a falra lőnek, hogy a fénnyel óvják meg magukat. Igen, hát tegyük hozzá, hogy ez baromi látványos, tehát ez a... Igen. Ugye igen. Tényleg ez egy operatőrnek ez szerintem nagyon hálás, hogy csinálj ilyen fénypászmákat, és akkor... Igen, mondjuk az egy kicsit szerintem elárulja, hogy minthogy itt egy lyukon itt több irányból is jönne a fény. Igen, mert hogy mások a fény irányai, de mondjuk erre rámondhatod, hogy mert hogy a golyó, csak ja, ugye ezek vékony leszkák. Kapott, vagy, igen, de jó. Mindegy, tehát ebben nem kell szerintem beleködni, tehát ez a legkevesebb. Igen. És én egyébként nem akarom erőltetni ezt a drog metaforát, de ez ugye a rendőrség rajta üt egy ilyen sötét zúgban. Van neki egy ilyen átfallásra, igen. Igen, hát de most éppen azt látjuk, hogy egy lassított, lángoló takaróval van lefedve, és beszáll az autóba. Ez szerintem nagyon, ez tényleg egy bigalom. Amit én láttam a filmében, van hasonló jelenet, tehát... Nem kimondottan azt, hogy egy lángoló pokróccal rohan valaki, de ez, hogy a hős ilyen lassítva ér el valami menedékfélét, ez szerintem... Igen, és ez ugye az a nem is tudom, hogy említettük-e már így a western, meg ahol összefüggésebb ezt a bizonyos ostromfilm. Igen, az ostromfilm az... Most ezt látjuk. Ez az abszolút klasszikus.
az Ostrom, illetve a Menekülés, tehát a Road Movie-ból Ostrom filmbe és vissza Road Movie-ba. Igen, hát ez ugye amerikai filmeknek egy ilyen nagy, szerintem nagy motívuma, ez a amikor körül vannak zárva a hősök, és akkor csak így kitörnek. Tehát hát ennek talán a legemblematikusabb filmje az annyira nagyon-nagyon nem is régi, de hát az egyik ős klasszikus rendező a Howard Hawks-nak a Rio Bravo. Igen, hát azt emlegetik a... John Wayne. Az biztos, hogy a Carpenterre, illetve az ő hasonló filmjére, hát főleg a 13-as rendőrös ostromára az volt hatással, illetve még a Romero-tól emlegette az élő halottak éjszakát, bár hogyha jobban belegondolunk, akkor tulajdonképpen abból a sorozatból több film is, a holtak sorozatból több film is, majdnem mindegyik talán, amit láttam abból, az biztos, hogy mindegyik megfeleltethető ennek a kategóriának, tehát hogy ugye ott a zombik jelentik a veszélyt, míg itt érdekes módon a vámpírok azok, akik ostrom helyzetben vannak, és a rendőrök fenyegetik őket. Hát igen, hát itt lehet egy ilyen olvasatot adni neki, ugye, hogy a rendszer akarja itt elnyomni, ugye tényleg ez sokszor előfordul, ez a rendőrök által körülzett bűnözők, és érdekes módon ez az autó, ahogy ki, ez is egy ilyen erős kép. Igen. Ugye amerikai filmben az autó az mindig egy nagyon fontos szimbólum, ugye szabadság. Gyakorlatilag a lónak így a tovább élése. Hát illetve a szekér, amiből ahogy lőttek ki fel a lassításba, az így akár lehetne az indiánokra leadott lövések, vagy fordítva, hogyha éppen a bűnözők menekülnek. Igen, és hát az autó még ez a biztonságot jelentő, ilyen anyamé, vagy nem is talán túlzás, de egy ilyen biztonságot jelentő ilyen kizárjuk a külvilágot, és megyünk a saját utunkon. Itt ez baromi látványosan megjelenik, ugye, ugye említettel azt jelentod, amikor elszigetelő szalagozzák az autónak a ablakait, hogy ne törjön be a fény, tehát nyilván ezeket az is egy ilyen, hát nem is tudom, mit szoktak ostromolni, tehát az autó maga is megfeleltethető egy ilyen ostromlott vártnak. Igen, bár ebből a helyzetből most kikerültek a mi hőseink itt, úgy tűnik, de maga a motelszoba az egyértelműen ennek a műfajnak, vagy a műfajnak volt a megidézése. És hát most megint az érzelmi szál kell. Igen, szerintem ebben a filmben nagyon, nagyon szépen keverednek ezek a általunk már itt említett műfajok, tehát nem erőszakosan keveri, vagy nem erőszakosan hozza ezeket a különböző ilyen műfaji elemeket, hanem tényleg ilyen szépen így, tényleg ide-oda megyünk, westernből átmentünk, bár biker filmbe bunyó volt, utána kaptunk ezt az ostromvonalat, és akkor most hirtelen itt egy romantikus... Igen, de szerintem ennek az lett, ha már itt majdnem mindenkire kitértünk a stábból, akkor az írókat is megemlítettünk. Ez az ő érdemük, és hát szerintem annak tudható be, hogy tényleg a karaktereket nagyon, nagyon jól kitalálták és megalkották, főleg ezt a vámpír családot, a Paxton, Hendrickson és a többiek. Ugye a Bigelow az egyik forgatókönyvíró, és az ő társa az Eric Red. Igen, aki nagyon érdekes szintén a munkássága. Ő sem nagyon, én úgy tudom, hogy már ő sem nagyon dolgozik mostanában, vagy... Én sem tudom máshogy, de az biztos, hogy neki az egyel korábbi forgatókönyve, szintén beleszem, hogy rendezésre talán átváltott később, vagy rendezésre is, de hogy egy bizonyos fokig hasonló film, ugye a... Mi is a magyar címe? A Rutger Hauerrel... Tudom, The Hitchhiker. Igen, nem a stopposnak hívták magyarul. És ez olyan, hogy mi a? Valami országút... Országúti fantom. Valami ilyesmi. Igen, tehát annak volt ő a forgatókönyvírója, az is egy viszonylag hasonló karakterű film, és utána ez volt a következő filmje, és ennek egyben co-producere is.
Tehát itt már kvázi annyira értékelték a munkáját az első, hát talán az volt az első forgatókönyv, vagy az első jelentősebb, hogy itt már így előléptették, vagy ő előléptette magát társproducerre is, ha csak névbe is, ezt nem tudjuk ugye, hogy mennyit akar ténylegesen. Tehát jól kidolgozta a forgatókönyvet a Bigelow-val, ezt nyugodtan. Igen. Kijelenthetjük, akinek viszont azt hiszem, hogy az írói, forgatókönyvírói munkássága nem különösebben jelentős, tehát ő nem arról ismert, hogy ilyen értelemben szerzői filmes lenne. Nem, mert ahogy említetted, ő ugye képzőművész, festő, igen, vagy legyen is festő múltal rendelkezik, én nem tudom, hogy aktívan fest jelenleg. Hát jó kérdés. Mindegy, és igazából, tehát ő inkább ezen a vonalon erős szerintem, de egyébként tehát ugye erről beszéltünk, hogy a kézjegyei általában vizuálisak, tehát nem mondhatjuk, hogy így ugyanazokkal a történet formulákkal, vagy nem jellemző. Igen, érdekes, hogy itt figurák visszatérnek, de ugye a sztori az, tehát nem az, aki mindig ugyanazt a sztori. Igen, hát nyilván ugye jó forgatókönyveket talál, tehát ez biztos, hogy így van, de érdekes, igen, hogy itt részt vett ebben a forgatóként kidolgozásával, és tényleg ez egy nagyon jól megírt film, azt szerintem kijelenthetjük. Igen, és még azt is említsük meg, ugye, hogy neki ez tulajdonképpen nem az első rendezése. Igen. Mert egy filmje már volt korábban, egy társ rendezés, ezt nem egyedül követte el, és hát az nem is volt egy ennyire mainstream alkotás, tehát az így bizonyos. Volt annak a filmnek is karrierje, az a The Loveless című mű, ami ráadásul, ha jól emlékszem, akkor éppen a már említett Brando filmnek a vadnak talán valami átirata, és a Willem Dafoe a főszereplője, akinek ezzel indult el a hollywoodi karrierje. Ugye ez még nem volt egy feltétlen hollywoodi film, de a Friedkin ebben a filmben látta, ugye akkor az Élni és meghalni Los Angelesbennek lett a negatív főszereplője, és hát onnan már szárnyalt a karrierje. Tehát mégiscsak annyit akartam vele mondani, hogy tulajdonképpen itt úgy emlegetjük, mint egy debüt alkotást az első, de ez nem teljes mértékben az. Tehát lényegét tekintve igen, tehát ő hozta itt már egyedül a döntéseket valójában. Hát egyrészt meg ugye ezzel lett ismert. Azt ugye elmondtuk, hogy ugye ez a film nem hozta, tehát elég szerényen teljesített a kasszáknál, viszont a kritika nagyon jól fogadta ezt a filmet, és végül is szép lassan azért ennek komoly kultusza lett, igen. Tehát, igen, hát már a bemutató idején erről is egy kis gyűjtést végeztem, hogy hát nem voltak elragadtatottak azért a kritikák, de határozottan pozitívak voltak, sőt még ugye díjak is fölmerültek, amikre jelölték a filmet. Nem a nagyon nagy elismerésekre kell gondolni természetesen, tehát nem Oscar, meg Aranypálma, meg ilyenek, de ilyen műfai jellegű fesztiválok és ilyen jellegű díjak, azok ugye ez a brüsszeli nemzetközi fantasy film fesztivál, ahol díjat is nyert, Silver Raven, ez üst holló. Igen. Aztán a Saturn Award, ez a horrorfilmnek, ott is jelölték, de azt hiszem, hogy ott nem kapott semmit. Aztán a Science Fiction, Fantasy és Horrorfilmek Akadémiája, tehát ez lehet talán ugyanaz, mint a Saturn. De mindegy, az a lényeg, hogy voltak elismerések, legalábbis a jelölések szintjén, és hát már a korabeli kritikusok is kiemelték, hogy ez egy nagyon stílusos alkotás, hogy erős benne az erotika, hogy az hangsúlyosan megjelenik. Ez annyira 80-as évekbeli filmeknél nem egyértelmű, tehát ott általában letudták azzal, hogy a striptease bárba elmennek. Hát igen, talán most külsők van túl. Tehát most már azért nagyon máshogy viszonyunk az, hogy mi erotikus, meg mi nem. Tehát akkor itt azért ez erősen átjött a Jimmy Wright-nak ez a jelenléte, annak ellenére, hogy nem megy el a 2 percenként az uhany alá, hogy akkor megmutass, hogy mi a helyzet.
És hát kiemelték azt, hogy hát egyrészt a színészi teljesítményt, a fényképezést, illetve hát amiről az előbb beszéltünk, ugye a forgatókönyvet, hogy valójában itt jelenfejlődésről és valódi karakterekről beszélhetünk, ami egyáltalán jellemző ebben a műfajban, vagy legalábbis sokak szerint a, hogy mondjam, nem arról híresek a... Hát igen, ezt szokták kritikának megfogalmazni. Az átlag horrorfilmek, főleg ugye a slasher hullámról, amire a Halloween kapcsán az imént kitértünk, hát ott teljesen ezek a panelek álltak be, hogy van a Final Girl, ugye, aki túléli a dolgokat, feltéve, hogy nem kerül senkivel szexuális viszonyba, akkor van valamiféle rém, és akkor tucat számra jönnek a tinik, akiket fel lehet kasszabolni, meg mondjuk a felnőtt szerepek kedvéért, mondjuk van egy rendőr, meg egy orvos esetleg. És igen, ez ilyen abszolút cserélhető karakterek. Igen, nem volt kitalálva semmi, illetve csak a korábbi dolgokra építettek, és azokat az elemeket variálták, vagy már így teljesen kiszárították, hogy mert tényleg csak ilyen jelzésértékűen ilyen volt meg, és hát a lényeg az volt, hogy folyjon a vér, megvetkőzzenek a csajok, és akkor ez volt a igen. Ez volt a horrorfilmik, hát itt azért nem erről van szó. Igen, és hát itt azért tényleg most nagyon erőltettem, lehet, hogy úgy tűnik, hogy nagyon erőltettem ezt a... Nem, ez előjön, tehát ez benne van a filmben, ezt nem kell... Ezt a vonalat, de tényleg, tehát itt ugye most azt látjuk, hogy az apa megmenti a... Igen, és vért ad a fiúnak, tehát itt azért komolyabb... dolgok is vannak, mert itt tényleg az történik, hogy itt csatlakozik egy másik családhoz, másik élethez, ugye a főhős. Viszont itt ugye azt látjuk, hogy az édesapja az megpróbálja vissza. És igen, és ugye hát nem árulunk el nagy titkot, hogy hát itt sikerült, tehát a más ilyen filmekkel ellentétben ebben a filmben visszafordítható. Igen. Tehát van gyógyíra. Igen, tehát itt megmarad egy ilyen kaland szerűnek, mondjuk így, nem? Tehát... Hát vagy amit mondtál, az említett betegség, tehát a igen, betegség gyógyul. Ki lehet gyógyulni, úgy ebből a vámpír kórból is. Igen, hát én úgy értem ezt a kalandot, hogy a srác kipróbálja ezt a rock'n'roll életérzést, ugye elmegy a kocsmába. Drág metafora. Igen, hát szerintem itt tényleg lehet, tehát kinek mi szimpatikus, tehát ebbe a filmben azért sok mindent bele lehet látni, úgyhogy mindenképpen ez is alátámasztja, hogy ez egy nagyon jól megírt film. Azért vannak előzményei. Így van, tehát ugye sokat említettük, hogy itt mindenképpen több műfaj, meg alműfaj keveredik, de a legerősebb az talán ez a western, pontosabban a neo-western vonal, illetve hát a horrornak ez a vámpír horror leágazása. De ezek sem teljesen előzmény nélküliek, mondjuk szerintem ez volt az első igazán hangsúlyos, hát komolyabb alkotás, mondhatjuk ki. Igen, hát szerintem felhívta rá figyelmet, hogy ezek jól keverhetők, igen. Ezek a műfajok, de volt legalább kettő még az 50-es, illetve 60-as évekből, az a Curse of the Undead, illetve a Billy the Kid versus Dracula, az utóbbi az elég igen, híres már, csak a koncepció szerintem miatt nagyon is. Erős, igen. De hát utólag is azért mondhatjuk, hogy ha nem is pont emiatt a film miatt, de előkerül ez a vámpír western. Igen, és szerint megemlíthetjük Carpenternek egy nagyon jó a Vámpírok című filmje, ami nem igazán lett siker. Nem, az sajnos nem. Azt hiszem, hogy az ő a korabeli teljesítmény, vagy hogy mondjam, tehát anyagi teljesítményhez képest, igen. A filmjéhez szösszeg, ahhoz képest talán az egy kiemelkedő darab volt, igen, az egy forgalmazásba is került, stb. Abszolút. De az annyiban egy más... Tehát a westernnek egy más vonalához visszazik, ebben ez a Sam Peckinpah film, igen, van bandás történet, nem ez a líraibb. Igen, abszolút egy ilyen nagyon vonulat. Mondjuk így tökös film. Igen. Hát vannak annak is, nem tudom, ilyen kisebb-nagyobb hívei. Hát igen, abszolút, viszont szerintem nagyon szórakoztató dolog. Én kifejezetten szeretem azt a filmet, igen. Egyébként. Hát igen, mondjuk a western nehéz keverni, ezt tegyük hozzá, tehát nem véletlenül nem látunk ilyen rengeteg western
hibridet, mert a western filmet nagyon óvatosan kell szerintem hát, bekeverni más műfajjal, és úgy mondom, hogy nem lehet automatikusan, hogy fogok egy cowboyt, és akkor berakom a nem tudom, valahova, hanem ezt ki kell tényleg dolgozni, ugye hát, szerintem a nagy példa... Én is letetten kell hozzá. Igen, ugye volt most a Cowboys Alien, Cowboys Alien, mert nem is tudom, hogy egyszerűen borzalmas volt, amikor pont erről volt szó, hogy ott nem érezték el, tehát ez a film jó példa arra, hogy lehet ezt nagyon szépen is. Igen, hát itt tulajdonképpen ugye eredetileg westernt akartak, és akkor arra így jó érzéssel, jó érzékkel húzták rá ezt a vámpíros vonalat. A Carpenter ugye, aki még szintén egy elég jó minőségben dolgozott ezen a vonalon, ő meg hát egy kifejezetten nagy rajongója volt a Sam Peckinpahnak és Sergio Leone-nek, tehát ő is nagyon érezte ezt a történetet, igen, és igen. Szerintem ő is mindenképpen akart, illetve hát azt hiszem, hogy rendezett is ő ifjabb korában egy western, legalábbis benne volt a keze egy Oscar-díjas félig meddig western műfajba tartozó alkotásban, és hát hozza saját filmjeibe is. Hát igen, az ő saját filmjeibe azért nagyon sok westernos. Igen. Nem direkten, tehát nem... Hát de ott van. Ugye ez a Rio Bravo 13-as rendőrös kapcsolat révén, de én azt hiszem, hogy most is készülnek még egyébként, tehát konkrétan még a nem fog eszembe jutni a címe, de egy ilyen B még ennél is B-ben, egy ilyen inkább C-kategóriás film, az kifejezetten ez a Vampire Western vonal néhány évvel ezelőtt készült, és talán DJ Caruso volt, nem mint DJ, hanem mint rövidítés, vagy DA, nem tudom, tehát a rendező nevén gondolkodom, de az egy viszonylag ehhez hasonló kifejezetten vámpíros és kifejezetten neo-westernes történet. Tehát létezik ez a vonulat. És aztán érdemes megemlíteni, hogy akartak remake-et is csinálni, igen. Tehát ez abszolút benne volt így a... Tehát ez a film ugye ismert, és már ezt megpróbáltak így mondjuk úgy kiaknázni, és azért nem lett végül, azért nem készült el a remake, visszatér az alkonyat, mert hogy ha ezt tényleg most megcsinálták volna a remake-nek, akkor a tínédzser közönség azt hitte volna, hogy ez kopintják az alkonyat. Igen, a producer bevallotta, vagy hát megvallotta, hogy hát ezért álltak le a remake-ről, meg ugyan a két film között, hát igen, a hasonlóságokon túl ég és föld. Igen, hát szóval aki idegeljött a filmben, az talán már észreveszi, hogy itt nem. Igen, az nem teljesen, ugyanaz történet. Igen, abban például nem lovagolnak, míg itt ez egy western. Igen, tehát ez... Ugyanis itt a hős kilovagol a viharban, ugye? Ez az lehet, mondjuk ezek a fények így igen, stilizált ez... vihar, visz, hát ez szerintem ez a festő múlt, meg ez a... Igen, hát ez most ugye itt ellenfénybe lovagol be a városba. Ez egyébként is előszeretette használni egy nagyon a fényeket. Igen, a művésznél. Igen, és ez nagyon szép beállítás itt, hogy az aszfalton kopog a lónak a patája, ugye ezt is lehetne így bővebben. Hát maga a neo-western tárgyasul a szemünk előtt tulajdonképpen ezzel. Igen, szóval visszatér itt az alkonyatra, ez itt végig kísérti a beszélgetésünket. Tehát tényleg érdekes, hogy itt a producerek nem merték bevállalni, mert én viszont azt mondom, hogy ebből lehetett volna csinálni egy ilyen igazi, ilyen szexi, Twilight-ra fricskázó filmet, hogyha jó kezekbe kerül. Hát ez itt a nagy kérdés. De ez ugye a kérdés, hogy ez az a film, amit érdemes, tehát hogy annyit nem rozsdásodott az eredeti. Igen, abszolút nem, tehát ez a film ez szerintem mai napi mind tempóját tekintve, tehát minden téren ez abszolút. Hát hozza a szintet. Hozza a szintet, és igazából most itt megint a Twilight-ra visszatérve, muszáj elmondani, én nagyon szeretem a Twilight-ot. Én a Friedkinnel jövök folyton, a Twilight az így van. De én tényleg nagyon szeretem. Azért érdekes, hogy itt ugye szerintem ebben a filmben így a legmenőbb karakter az egyetemen Bill. Hát igen, ő cool.
Tehát ő egy kulcsáv. Nagyon-nagyon cool, és azért ilyen a Twilight-ban nincsen ilyen nagyon menő ember. Tehát hát próbálnak. Ott próbálnak, csak senki nem azt. Tehát ugye ott vannak ezek a farkasok, meg a... nem is tudom, kiket lehet még. Igen, ott is vannak ilyen vámpírok, akik ilyen nagyon menők, de hogy, és ez valahogy így, most nem akarom itt előadni, hogy mennyit változott a világ, és hogy bezzeg a mai fiatalság, meg milyen jó volt a 80-as években fiatalnak lenni, de azért, ha mellé tesszük a tényleg ezt a figurát, ez egy nagyon ilyen bölcsek is, pisztolyos, vagány, beszólok, elé megyek a kamionnak, ezért... De egy veszélyes, egy veszélyes igen, távol. Igen, tehát, igen, és ez valahogy nincs a Twilight-ba, úgyhogy én ezért érezném jogosnak, ha valaki csinálna egy ilyen remake-et, csak ugye közben a Twilight az kifutott. Sajnos. Úgyhogy biztos, szerintem egyébként biztos, hogy lesz remake ennek a filmnek, csak mondjuk 20 év múlva. Van esély nyilván, igen. Mondjuk itt megint, hogy kellene. Hát igen, ezen vitatkozhatnánk, most ebben a beszélgetésben nem fér bele, hogy remake versus nem remake. Hát mondjuk, hogyha azt, tehát az a tétel mondatunk, hogy olyan filmet érdemes feldolgozni, remake-elni, ami nem jó, és vagy ha jó is, akkor már nem érvényes teljesen az adott korban, akkor szerintem ez a film az egyikbe se illik igazán. Tehát annyit nem változott a világ, meg a filmkészítési technika, hogy ózsdinak érezzük, viszont nem is egy középszerű alkotás. Igen, viszont én azt mondom, hogy mindent érdemes remake-elni, azért, mert az nagyon árulkodó arról, hogy változik a nem is a filmkészítés, hanem amit a filmkészítők a nézőkről gondolnak. Ez egy ilyen kicsit ilyen pervers dolog, mert azért várni a remake-et, hogy majd jól így kielemez, ez nem az esztétikai szempontok szerinti remake-elésnek az. Igen, és egyébként egyetértek veled abban, hogy nagyon sok filmet nem, tehát az nem remake, hogy megcsináljuk, mert jól cseng a neve, és akkor eladjuk újra. Megvannak a jogok, és szeretnénk. Igen, tehát ugye van a remake-nek egy olyan fajta, amikor valaki újra értelmez valamit. Igen. Ugye említettük itt a 13. rendőrös ostromát, ami remake végül is. Igen, tehát az... De azért nem mondhatnánk, hogy ott a két film az annyira... tehát a Rio Bravo nyilván abból merített, de ugye azért teljesen más a két film. Más kicsengése van. Viszont ugye általában újra csomagolják a remake-eket, tehát az a remake sokak szerint, hogy eljátszottjuk más színészekkel, megpróbáljuk update-elni, és akkor milyen jó. Trendi zene, és akkor igen. Hát most itt jó jönne, hogyha láttam volna az új frászkarikát, de ez nem a régit láttam, mondjuk igazából a régitől se voltam eldőlve, de az egy aranyos film volt azért a maga módján, tehát abban több eredetiség szorult, mint a legtöbb ilyen alkotásban, azért ezt nyugodtan kijelenthetjük. Talán térjünk ki egy kicsit a Bigelow életműnek. Igen, itt már emlegettük, mert ugye itt bele-bele kapdostunk a rendezőnőnek az életművébe. Én bevallom, én nem láttam minden filmét. Ugye nyilván a leghíresebbeket azokat láttuk. Én úgy tudom, hogy te nem láttad a Zero Dark Thirty-t, ez a legutolsó film, akkor csak így elmondanám, hogy nézd meg. Szerintem egy nagyon-nagyon jó film. Én jobbnak tartom, mint a Bombák földjén. Azért ez egy kicsit túlértékelt. Igen. Nekem úgy tűnik, mintha a Zero Dark Thirty, a Bombák földjének van egy ilyen átgondoltabb, tovább gondolt, igen, és ugye ott a női főhős van, nekem ami problémám volt a Bombák földjének kapcsolatban, az ebben az érdek törtében nincs benne. Aha. Vagyis nekem az volt a problémám a Bombák földjén, hogy egy kicsit hatásvadásznak éreztem néhol, ugye ez az Adrenaline Junkie katona. Én egy alapvető ellenmondást éreztem ott a filmmel kapcsolatban, hogy ugye elvileg ez egy visszaretten, tehát a figura elvileg nem pozitív, mégis úgy éreztem, hogy egy kicsit, mint a menő lenne ez a bombás sztori. Nem tudom, lehet csak az én értelmezésem,
az Zero Dark Thirty egy hasonlóan ilyen munkamániás, ilyen adrenalin junkie nőt követ végig, aki ugye megszállottan kutatja Osama Bin Ládent, és a film végén azt látjuk, hogy ő összeesik a feladat súlya alatt. Most nem akarom itt előni, hogy mi a film vége. A másik filmben is ugye beszáll, visszatér a katona ugye a háborúba, és ennek is lehet egy ilyen olvasata, hogy nem tud kiszállni ebből a mókuskerékből, függőlet, stb., de valahogy ott nem éreztem ezt annyira. Nem tudom, hogy te mit gondolsz a bombák földjével kapcsolatban, hogy... Nekem egy kicsit más volt vele a gondom, én igazából erre így nem tudok visszaemlékezni, tehát lehet, hogy ebben neked teljesen igazad van, nekem nem ez maradt meg, hogy ilyen pozitívan jön le, lehet, hogy benne van tényleg, tehát nem is, hogy pozitívan, hanem mint egy ilyen rockstar. Tehát, hogy egy ilyen, oké, hogy persze tudjuk, hogy milyen rossz neki, de azt látjuk, hogy milyen cool ember az. Nekem inkább ez a hogy is mondjam, ez az üzenet, vagy tehát ugye a film elején konkrétan ki is írják nagyjából ezekkel, hogy hát a háború az egy drog, és... Igen, és ja, hát igen, ezt és elég. Gyakorlatilag ehhez képest, amit a film, mit tudom én, másfél-két órában ehhez hozzátett, az hát két sorban le tudom írni, ha le akarom, vagy annyiban igen. Sem. Tehát gyakorlatilag azt illusztrálja, amit az első pillanatban a szöveges információban közölt. És ebben is van valami. Igen, most épp nemrég néztem meg újra a Sergio Leone-nak az Egymarék Dinamit című általam nagyon szeretett filmjét, ami szintén egyébként egy idézettel kezdődik, és az érdekes, hogy mennyi mindent hozzátesz az idézet a filmhez, illetve a film az idézethez. Tehát igen. Jó, hogy ott van előtte, nagyon tehát összefüggések közé helyezi a bemutató szempontjából is, ugye amikor készült a film, meg a sztori szempontjából is, van jelentősége, de a kettő kölcsönhatásban van. Most a Bigelow filmnél ezt nem éreztem, viszont azt a pluszt se adta meg, amit kellett volna. Tehát még ha nem is írja ki az elején, akkor is egy filmnek, hogyha az üzenete, hogy háború drog, vagy drog is lehet, hát most oké, kösz. Igen, és akkor mi van? Igen. Tehát valami ilyesmi, igen. Igen, igen. Viszont azért én meg is védeném a filmet, mert egyébként baromi jó képek vannak benne. Ugye vizuálisan igen. Nagyon-nagyon erős. Ki van találva. Nagyon erős jelenetek is vannak igen, benne. Igen. Az izgalma a bomba keresésnek is hatása, az átjön, tehát igen, az adrenalin igen, részben igen, csak pont én nekem ez itt a problémám, hogy ennek nem kéne éppen izgalmasnak meg adrenalin izének lenni, mert hogy mondjam, nekem is kedven szottyant bombákat hatásnanyítani, ami nem biztos, hogy így a legjobb. Tehát, de arra jól emlékszem, hogy akik konkrétan tűzszerészek ezzel foglalkoztak, ők hangosan nevettek ezen. Igen, és azt mondták, hogy ezt így felejtse el, aki... Igen. Jó, mondjuk ez nem biztos, hogy olyan sokat számít. Nem, mert én ezzel, ez a technikai, hogy most mennyire hatás, ugye nem tudom, hallottad a gravitációval kapcsolatban egy tudós kinyomozta, hogy egyébként a másik irányba kéne elmenni a törmeléknek, hát most ez, hogy mondjam, annyira engem nem súlykolt, tehát... Ez abszolút nem érdekes annyira szerintem se. Ettől függetlenül, hogy mondjuk technikailag mennyire a bombaszakértők mennyire tartották ezt hitelesnek, szerintem átjön belőle a... Nem is erre a hitelességre gondolok, hanem hogy ők tényleg tudtak-e így lenni, amikor hatást tanítottak. Tehát azzal együtt, hogy dolgozott bennük nyilván az adrenalin, így biológiai, kémiai okokból kifolyólag, de hogy ők úgy érezték-e, hogy ez egy drog. Hogy ez megvolt-e. Igen. Ebben szerintem biztos, hogy mindegyikük egyetért, hogy ez tényleg egy akkora flash, amit így át kell élni. No, hát nem tudom, akkor végére is értünk a filmnek. Nem tudom, esetleg mit mondanánk még erről, szerintem így nagy valami így átfutottuk. Amit lehetett, azt megbeszéltünk. Úgyhogy van, amit többször is, így visszatérve. Úgyhogy aki esetleg eljutott idáig velünk, az egyrészt köszönjük, másrészt nyugodtan kommentelhet, hogy milyen hülyeségeket mondtunk egyrészt. Elnézést is kérünk, mert biztos, hogy becsúszott egy-két ténybeli és egyéb hiba. Illetve hát ötleteket, hogy esetleg, ha valakit így érdekel, hogy mi mit hadoválunk össze filmekről, hogyha van ötlete, hogy milyen film legyen a legközelebbi, vagy ha nem is konkrét film, de hogy milyen vonal, mert ugye most
hát ezekre a vörös zsarú volt eddig, ami a mainstream 80-as évek, ez most a kult területe ennek a 80-as éveknek, de hát azért szívesen kitekintünk. Abszolút, és másfelé is, úgyhogy... És hát egyébként bár, tehát falunapot is vállalunk, úgyhogy nyugodtan lehet szólni, így élőbe is kommentelünk, tehát minden lehetőség így adott. Így van. Vállaljuk, számlaképesek vagyunk, mondjuk én nem, de... Én sem. De ez mindegy, megoldjuk. Megoldjuk, nem gond, igen. Köszönjük szépen.